Két férfi italozott együtt 2020. augusztus 21-én este Géderlakon. Hajnalban mindketten elindultak haza, két különböző irányba. A fiatalabb férfi végül ismerőse után ment, és hamar utol is érte. A 44 éves helybélit az ivó cimborája ököllel megütötte, és többször megrúgta. Ezután még a sértetnél lévő 500 forint készpénzt is elkérte, majd elhagyta a helyszínt. Az áldozat a történteket bejelentette a rendőrségen. Az egyenruhások azonnal elkezdték keresni a bántalmazót, akit augusztus 22-én 4 órakor otthonában fogtak el. A 25 éves férfit kifosztás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A bántalmazás következtében a géderlaki sértett az elsődleges orvosi vélemény szerint súlyos sérülést, orrcsont törést szenvedett.